Sziasztok, Zsolt vagyok, szép napot kívánok, és elszám nektek a következő videót, ami nem más, mint a gyakori kérdések második része. Ugye miután kikerült a gyakori kérdések, akkor azt írták, hogy nagyon jó. És miután kiraktam, ugye, a, közö a közösséghez, hogy melyik sorozatot folytassam leginkább, ugye három választás volt, köztük a gyakori kérdések, Clever bot, meg ilyenek, Evibot, és akkor ugye a Cleverbot érte el a legtöbb százalékot, és a Cleverbot, hanem a gyakori kérdések érte el a legtöbb százalékot, beszélek zöldségeket, és nagyon-nagyon örültem, Sokan írták is, hogy nagyon jó, és mikor lesz folytatás, írtam neki, hogy minél hamarabb lesz majd, és akkor itt is van, el is érkezett a második része. Igaz, hogy eléggé ocsmány és bizarr volt, de azért próbálom a csúnya nem kimondani amúgy meg, mert ez azért eléggé gáz. Mert ilyen van, ugye? Csúnya De kezdem ugye a szomszédtól amúgy meg. Onért abba hagytuk. Nézzük is! Ja, de mielőtt elkezdeném ó, felolvasni, amiket írtak, akkor először iratkozz fel a csatornámra, nyomd be a csengőt, bim-bam-bum! És jönnek az újabbnál újabb videók. Kezdhetjük. Bérom a szomszéd. Aha, oké. Okay. Legyen ez az első. Szeretetek, ez mennyi ki? A tesómmal a kezembe lehajoltam, mert éppen fel akartam venni valamit a földről, úgyhogy előtte itt a kollát, alsan megnyomod, és kijött egy hatalmas böfögés. A szomszéd bácsi megfordult, meg berontam hangosan röhögni. Mm. Én ugye így jártam, csak a valagam böfög, valagom böfögtem. Ja, hogyha valagán böfögött, a, 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 oké. Okay. Semennyi én is jött rögtem volna rajta, legszívesebben én is egész nap a hasadat nyomkonnám, hogy szegény szomszédbácsit az őrületbe kergessem az állandó böfögéssel. Ha kiürül a tartály, akkor adnék neked még több kólát, és távnyomkonnám a hasadat. Bizar. Ez jó volt. Ennyi volt? Há. Oké. Okay. Érdekes volt. Na nézi. Hirdetés nincs. Kafilokokusz. Mi? What? Kafilokokusz? Kérdése? Minden reggel 4.40-kor turáztatja az autóját, a szomszéd mielőtt munkába indul. Ez pont elég, hogy felébredjek. Legalább 10 percig a csukott szigetet ablakon keresztül is hallani lehet. Az az igazi gyárkémény kipufogós autó. Mit lehet tenni ellene? Füldugó, én sem indulok el hideg motorral. <laughs> nyáron a 20 fokba reggel, te is nyomogatod a pedát, és járatod a motort kb. Akkor ott is te lehet a szomszédok kedvence. Mond, szólt már érte valaki? Igen, nyáron 20 fokban is. Nem nyomogatom a pedált, de 10 perc indulás előtt beindítom, nem akarok tönkretenni a motorját. Nem szólt érte senki, lehet vannak annyira értelmesek, hogy tudják miért jár az autó reggel ház előtt. Sajnos vannak ilyen debil önjelölt windízelek, aki azt hiszik, hogy ez menő. Próbáld meg megbeszélni vele, de nem sok reményt látok. <síns> <síns> What? Lehet neki valami ötönyes, trotyon-rotyon, Rötyön, rötyön féle van, amit már csak a jó isten kegyel tart össze, hogy szétessen. What? Mi ez a szó? Mi az a trotyon, rotyon, trötyön, trötyön? Ez tetszik. Ez tetszik. Trotyon, rotyon, rötyön, rötyön, trötyön. Vat, még egyszer. Trotyon, rotyon, rötyön, trötyön. Na, mi az Isten? Kemény. Oké. Okay. Következő kérdés. Na, nézzük. Nem érdekel a lakópark. A szomszéd lopott a telkemből, ilyenkor mit lehet csinálni? Úgy volt, hogy ma megcsinálja a kerítést, csak hogy sokkal beljebb építette, mint amekkora volt. Tehát vagy két méter nagyobbat kerítetlen magának. Ilyenkor mit lehet csinálni? szólni az önk önkormányzatnál. Lebontod a kerítés és lenyomod a torkát. Mégis mire számít? Jesus Christ! Azt meg hogyan? Mivel hogy az a terletelked, telked, azt csinálsz a kerítés amit akarsz. Én kérdés nélkül eltakarítottam volna, ha áthajítom a szomszéd telkére. Kerítés, ezek ilyen klasszikus dolgok. Gyerekkoromban a fater és szüntette be a köszönő viszont a szomszéd. Volt olyan bíróság téma is. Bírósági? Mielőtt bármit csinálsz, kérd le a térképet a földhivatal rendszeréből, hogy legyen mire, ami a hivatalos bejegyzett hatóság által nyilvántartott telekhatár, hivatkozni a esetén. Ha neked az igazat, akkor jöhet a többi megbeszélés és megmutatni, hogy ez a helyzet, és olcsó most megcsinálni normálisan, mint kényszerbontást kérni. Ö, jó. Semmit. <hállt> 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 Hát, unalmas volt nekem ez. Nem kell a kópar, kösz. Mit tehetek, mit? Tennétek, a szomszéd nem hagy alulni a gyermekemet. Kedves emberek, az alattunk lakó szomszéd azzal terrorizálja a családomat, hogy amikor átadjuk a két kisgyermekünket, a kettő, illetve a három éves, dübrögtetik a zenét. Napközben is sokszor ránk kapcsolják magas hangerővet dübrögnek a falak. Mindezt azért, mert ők úgy hallják, hogy mi hangosak vagyunk, hangosan járkálunk. A gyerekeket nem engedjük szomszéd, de ez nem elég. Ez egy idős házaspár. pár. A férfi szemembe mondta, hogy nem fogja alulni hagyni a gyermekem. Gyermekeket már költözünk kizálog emiatt a gyerekek másik ódába mennek egy másik városba Két öreg ember miatt. Ez egy társas házi lakás, ők alattunk laknak, elhiszem, hogy lehet minket hallani, de szerintem ez mégiscsak túlzás. Nagyon el vagyok keseredve. A halálukat kívánom, amért elődöznek minket, mégsem tehetek semmit, ők könnyebben ártanak az én két gyermekemnek, mint én nekik. Hm. Nem tudom, eldönte, hogy te most bérgyilkos keresse, a kívánom. Azt szeretnéd, hogy ajánljuk megbízható költöztetőt, esetleg mondjuk véleményt a legjobb oldalról abban a másik városban? Mivel eleve azt írott, már költöztök, a szomszéd probléma megoldottnak tűnik. Már költözünk, akkor mi a gond? Egyébként napon is van csendháborítás, fel kell hívni a rendőrséget. Hát. Hmm. Hát ez sem jött be nekem. Na, hmm. szomszédok állandóan leskelőnek, mit tudok tenni? BP, társas ház, közös folyosó, néz a szoba plusz konyha is. Folyosó végén lakó idős házaspár állandóan leskelődik. Van függőnyünk, nem tudom még, mit tudnék tenni. Szinte betegesek, már múltkori arra jöttem haza, hogy a kedves úr még a kezét, fejét is az üvegnek nyomta, annyira leskelődtek. Jó lakást szeretünk itt lakni, de ez tarthatatlan. K.K. nem csinál semmit. Tudunk valamit tenni? Középső új felemelése. A láncok látod őket. Les el kell, el kell. Na nézzük, mi van még a szomszédos. Nézzük. Na ezt. Szomszédom rendszeresen veszélyezteti a kisbabáját. Mi a teendő? Társas házban lakunk, és már többször így alkalommal tapasztalom, hogy a szomszédom adja pár hónapos babáját. Tegnap például a társas ház előtti autóparkolóba hagyta a babakocsit, benne az alvó babával. Az anyuka pedig a ház mögötti udvaron beszélgetett a szomszédasszonya. A baba egy idő után és sírni kezdett. Az anyuka észesen vette, mivel egyáltalán nem látott rá a gyerekre. Az egyik szomszéd ment ki és szólt az anyukák, hogy jöjjön már, mert ott ürdít a gyereke. Kb. egy hónapja szintén ház előtti parklóba hagyta a babakocsit babástra együtt. Az anyuka felszaladt mért a lakásba, közben hazaérkezett az egyik szomszéd és behajtotta volna az autóját a parklóba, de nem tudod, mert a plac közepén állt a babakocsi. Egy harmadik eset, amikor a lakásba hagyták fent magát két hónapos bát, és elmentek autóval valahová. Számomra ezek nagyon megdöbbentő esetek, mivel én is anya vagyok, felfogni nem bírom, hogy lehet valaki ennyire felelőtlen. Szóltam védőnőnek, aki annyival elintézett, hogy nem is mondjam neki ezeket, mert még hallgatni is rossz. Én csak kérdezem, hogy mit tehetnék még ezen kívül a gyermek érdekébe? komoly aggódok érte. Ah. Gyámhivatal. Ah. Oké. Okay. Na, jöjjön a következő kérdés. Elég a szomszédokból. milyen a következő Legyen a következő, mondjuk, mondjuk, um, banán. És megnézem, hogy a banánszobon mi jön ki. Na, nézzük nem kell rent a bike, no, nem kell bike, nem, ez bicikli, meg a tegnapi uh, bicikli verseny az rohadt jó volt, azért, na, nézzük, uh, van olyan ismerősöd, aki a nápolit nápolinak hívja, vagy a majonész majoméznek, egyik ismerősöm így használja ezeket a szavakat, illetve a banánt úgy ragozza, hogy vettem banántot, érdekelne, hogy más is ismer -e ilyen embert, vagy önmaga használja így. Nem. <laughs> okay. Ez kb. a 80-as évek végén volt poén. Ne erről test. Nem. A majonézet szoktak poénkodni, de csak itthon. Szoktam. Nem. Én használom a majom néz kifejezés D. Hatos vagyok, basszus, a banátot is használom, nem lehet, hogy én rólam írsz. Talán a négy éves unokaugom mondja így, de már ő is kezdi elhajni ezeket a szavakat szóval. Elég folyatékosnak kellene, hogy valaki így ejtse ki őket. Te gyűsz még ide az én házomba, morre! Ah. <laughs> Ismerek, Petinek hívják. Ön Napolinak mondja, a többi is Timmel. Tényleg így mondja? Vidéki, azt hittem amúgy, hogy ez valami tájszólás nyelvjárás, mert egyedül eddig tőle hallottam. Talán abban igazatok van, a majomészt már többször hallottam vicces kontextusban poénkodva, de ő átlagos mondatban használ így. Az evet helyett is azt mondja, hogy ett. Például tegnap Júli rizses húst ett. Egyik ismerősen, na persze nem te. Hm. Jesus Christ. Ez igen. What? What? Ah. Oké, oké. What? A macskák undronnak a banántól? A macskám mindig kíváncsi, mikor eszek valamit, és ezúttal is oda jött megszagolni, de elég kellemetlenül reagált a banára. Nem övett belőle, csak megszagott és öklendezni, majd tűzölni kezdett olyan volt, mintha hányni akarna, de végül nem hányt. Vagy valami vegyi anyaga van, per, mert ez a banán, amit nem bír. kérem szépen, kedves, bárki is írta, a macskák úgy tudom, hogy a kígyúborkától undorodnak, a is félnek, mert vicces videókban láttam, hogy tényleg undorodnak, de hogyha tényleg tudni akarjátok, akkor egyszer csináltok én is belőle videót, hogy egy kígyóborkát kirakok oda a macskáimnak, és akkor megnézzük, hogy tényleg féneke, hogy mi áll el mögött. Majd az én majd csinálok ilyent is. Na, ö, igen, de az enyémek is öklendezek tőle. A fokhagyma ilyen náluk. Mhm. Uh -huh. Aha, sárga díny, Értem, érdekes. <coughs> Milyen hangom van. Érdekes volt. Hát. Oké, okay, értem. Na jöjjön mindegy, jöjjön az utolsó kérdés, és akkor, akkor utána véget vetek ennek a résznek is. Mi legyen a következő? És erre beadja a reklámat, érted? Na, nyom rá. Mi legyen az utolsó kérdés? akkor legyen az a következő kérdés, mondjuk baleset. Keres. Vállalkozzunk, hogy keresse. Tehát gyerünk már, töltsed már be! Na, végre. atomkatasztrófa esetén mit tenni? Na, erre kíváncsi Legyen ez az utolsó kérdés, és a reklámnak meg már legyen már vége. megyik magic, varázslatos étem. Na, atomkatasztrófa esetén mit tennétek? Ha esetleg a zaporos je erőműben robbanás történne és a szél elhordaná szennyezés Magyarországra. Wat? A kérdező indított. Az otthonomban átvészelné, amíg le nem csökken a sugárzás, elhagynám a szennyező zónát, végeznék a családom majd magammal is. Milyen ízé, elhagynám a zónát azonnal gyorsan, meg nem tudod elhagyni. Mondom nektek, hogy ez rohadt gyorsan történik. észesen veszed, és szétporlatsz, ember. Lemennék a pincébe két hétre, három fólia sörre és pár üveg zsekkkel, szóval a szervezetem, persze. Ez nem segít semmit, véged van, koma. Elmennék a temetkezési vállalkozóhoz, válaszoljak egy szép kopósot magamnak. Úr Isten! Jó tabletát szernék, hogy a radioaktív jód ne épüljön be a pajzsmirigyenbe, valamint kalcium tabletát, hogy a stroncium ne épüljön be a csontomban. What? Hasonlóan cselekednék, mint a hármas. Plusz megkeresném legközelebbi óvó és a már elkészített túlélő csomaggal elbújnék. Hm. Semmi, tojnék rá magasról. Aha, ez a beszéd. Három per négyet nem értem. Csernobil kb. pont annyira van, mint Zaporozsia. Akkor sem vették az emberek észnékül a jobb tablettákat, mégis itt vagyunk. Annyit szóltak nekünk gyerekként, hogy ne együk le a gyümölcsöket a fákról, mert lehetnek sugárszennyezettek. Ezért ne egyél lepermetezett szilvát, körtét, vagy barackot, vagy almát. Megeszed, azt a az szétsorvadsz a fenébe. Ötödik. Tiszteletben tartom a véleményedet, azonban már fejlődött a világ, az emberek gondolkodása, igény a dolgokhoz való hozzáállása. Ha jól tudom, Csernobilnál a szélirány miatt Belarus kapta fertőzés nagy részét, utána Szún kívül a skandináv országokban észlelték a sugárzást először. Mi lesz, ha erre felé hordja majd? Hát, mindegy. Hát akkor ennyi is lett volna. Köszönöm, hogy elhozhattam ezt a részt is, mert mivel ö, eléggé jó rész volt, de már elég volt, úgymond, vagy tetszett, meg hogy olyan buták az emberek, hogy a fene egye meg őket, nagyon. Mi ez a gondolkodás gondolkodásmód, amúgy meg, mi ez a gondolkodás mód, mi ez a gondolkodás gondolkodásmód? Jó tehát megöli a családját és elmegy, azzal nem, nem lesz semmi. Na mindegy, köszönöm, hogy elhozhattam ezt a videót. Ha kell, akkor lájkoljátok, like írhattok kommentet, vagy bármit, és jöhet majd a következő része. Addig is, melyek más Úgy mondva, hogy nézek valami más videót. Addig is sziasztok, én ott voltam.